biztonsági őrök, több rendőr, iskolaőr, az iskolaőrök, iskolaőr, szakszervezet is, politikus, pszichológus. Többen is felhozták az iskolaőrség rendszerét, amikor a pécsi Dezső bácsi ügyében kérdeztük. Mint ismert, a kertvárosi Nefkó tanára két renitens dohányzó fiatalt utasított rendre még tavaly. Tette ezt úgy, hogy a szóváltást követően megfogta az egyikőjük hátizsákját. Ez azonban törvényellenes cselekedet volt, ugyanis ez bár az intézmény területén, de az iskola falain kívül történt, így a bíróságon pénzbüntetésre ítélték a pedagógust. Ha az ANK-ban lett volna iskolaőr, akkor mindez nem történik meg, az intézmény viszont nem igényelt ilyen szolgáltatást. Szerettük volna megtudni, miért nincs egy egyébként általános iskolát és gimnáziumot, sőt kollégiumot magában foglaló intézményben iskolaőr, illetve az eset után tervezik-e mégis igénybe venni ezt a segítséget. A héten többször is próbáltuk megkeresni az iskola igazgatóját, de nem értük el. Végül csütörtökön az igazgató helyettes vette fel a telefont, aki elmondta, hogy az intézményvezető betegség miatt távol van, és hozzátette, hogy ez a kérdés nem az ő hatásköre, ezért nem kíván rá válaszolni. Tavaly ősz óta működik egyébként az iskolaőrség rendszere. A jogszabályban részletesen is leírják, hogy egészen pontosan mire terjed ki az iskolaőr hatásköre. Itt olvasható, hogy jogában áll elkövető személlyel szemben testi kényszer alkalmazása, a biztonságot sértő vagy veszélyeztető tevékenység abbahagyása érdekében. Sőt, vegyi eszközt, rendőrbotot és még bilincset is használhat. Ami pedig szintén fontos, hogy nem csak az iskola falain belül, mint a pedagógusok, hanem az intézmény egész területén, azaz az udvaron is tanítási időben. Tehát, ha a Nefkó területén történt esetben az iskolaőr járt volna el, aki a körülményeket figyelembe véve visszatarthatja a fiatalt, szinte bármilyen módon, mindez nem történt volna meg Jancsula Dezsővel, aki egyébként mindössze néhány évre van a nyugdíjtól. A törvény szerint azonban nem foglalkozhat gyerekekkel olyan személy, akit büntető ügyben elítélnek.